Az Ulefon Armor 23 egy nem mindennapi telefon, de ezt már a doboza is sejteti. A dobozt felnyitva egyből a telefon fogad bennünket, aztán egy tonna papírhulladék, fólia, mert a telefonon is van már egy fólia alapból, valamint van még egy USB-C kábelünk és egy 120 wattos töltőtéglánk. A telefont meghámozva egyből szembe tűnik, hogy mennyire nem próbál strapamobilnak tűnni. Persze ott van a gumis és fémkeret, a programozható narancsgombunk, van még egy SOS jelzőnk is a tetején, illetve IP68 és IP69K minősítést is kapott a rendkívül nagy mennyiségű katonai minősítés mellett. Meg ugye azért jóval vaskosabb, mint egy átlagos telefon, de azért közel sem olyan vastag és nehéz, mint a legtöbb strapa. Amit én hiányolok, az egy port az USB-c-n, mert koszosabb munkák esetében könnyen telem egy porral először bekapcsolva és beállítva a mobilt, már fogad is minket az Android 13, ami elég közel van egy vegy tiszta Androidhoz, de azért az Ulefon is hozzátette egy kicsit ehhez. Kínai gyártókhoz híven nincs a teljes rendszer lefordítva, bőven találkozni angolul maradt menüpontokkal, de szerintem most arra nem zavar senkit, hiszen mindenki tud már angolul. A telefon kijelzője egy 6,78 inch-es Full HD felbontású 120 hz IPS panel 600 nit-es fényerővel, korrekt megjelenítéssel és nagyon jó kinti láthatósággal, amit a Gorilla Glass Victus és a készülék is véd. Ami a teljesítményét illeti, azt hinni az ember, hogy ezt áldoztuk be a strapa kivitelért már megint, de ez itt nem így van. Egy Dimensity 8020-as, más néven Dimensity 1100-as van a mobilban, 12 gigányi ram és 512 gigányi tárhely társaságában, ami már képes a komoly játékok futtatására is. Például Fortnite gond nélkül megy rajta. Bár azért azt érdemes megjegyezni, hogy ugye a grafikát teljesen alacsonyra állítva tudtam bekapcsolni a 60 FPS maximumot, és itt néha-néha el is értük ezt a szintet 100% resolution scale mellett, ami meglepően említésre méltó, amit viszont még hozzá kéne tennem, hogy ugye a telefonunk azért egy jó pár perc után elkezdett egy kicsit melegedni, nem olyan kritikus módon, de azért nem volt hűvös. Ezzel amúgy érdemes számolni adatkommunikáció terén USB 3.0, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, 5G, NFC és FM rádió beépített antennával, amivel fel van szerelve a telefon. Kamera fronton az ember nem vár valami sokat egy kínai Trapamobiltól. na de nézzük, csalódnunk kell-e benne vagy sem előlapi kamera az 50 megapixeles, egész korrekt eredménnyel, a hátlapon van egy 50 megapixeles főkamera szintén, egy 50 megapixeles ultra széles, egy 8 megapixeles 3,2x-es telefotókamera és egy makró kamera is. A telefon fotós teljesítménye eléggé erős, kellően éles, enyhén szaturált és korrekt kontrasztú fotókat kapunk a mobiltól, ami a Strapa műfajban kifejezetten dicsérendő. Ahhoz képest, hogy milyeneket teszteltem az évben, ennek gyönyörű a minősége. Az ultraszéles és a normál kamera színvilága kifejezetten jól össze hangolva, valamint a zoomban is kifejezetten erős a mobilunk, amivel akár 30 os nagyításig is el lehet menni, de 10-ig még kifejezetten vállalhatóak is maradnak a képek. Éjszaka is egész vállalható képeket lő a telefonunk, viszont van a telefonon egy infrakameránk is, amivel gyakorlatilag egy beépített éjjel látó van a mobilban, ami 64 megapixeles. Távolra lát, a minőség is korrekt. Bár infrakamera létére ugye fekete fehéren fogjuk majd látni a világot, valamint a fény visszaverő tárgyak durván kiégnek rajta, viszont van bele videófelvételre is lehetőségünk 4K felbontáson, de mondjuk ez 10 fps -e van korlátozva. Akuból ebben a telefonban mindössze 5150 mAh van, de ugye ez egy vékonyabb telefon, szóval nem is várhattuk el, hogy ilyen 8 10 pakoljanak bele, ezek kb. 6-7 óra képernyőidőt hoz, avagy kb. másfél naponta kell tölteni, amit viszont a 120 wattos vezetékes töltőjén 8 perc alatt felnyom 50%-ra, a teljes töltés meg fél óra. Wow! A telefonon kívül kaptam még kettő kiegészítőt is, szóval nézzünk rá azokra. Az első az egy 50 wattos vezeték nélküli töltő, amit ki is tudunk használni ugye a telefonnal, képes ennyit felvenni, és miközben megcsáltam a kis reggelimet, kényelmesen meg elfogyasztottam, nagyjából fel is töltötte a telefonunkat. A másik kiegészítő meg egy tok, amivel azon felül, hogy eleve strapa a még strapabíróbbá tehetjük, és egy karabinert vagy egy csipeszt is rá tudunk csattintani a hátuljára, és ezzel könnyen fel tudjuk helyezni bárhova, ahova szeretnénk. Például övre. Összességében ez egy speciálisabb mobil, ahogy minden strapa mobil is, de annak ez szinte már a csúcsa. A felépítés nagyon szuper, kijelző, rendben van és fényes, hangszoró is és a kamera teljesítmények kimagasló ahhoz képest, hogy ez egy kínai strapatelefon, plusz ugye kapunk még infraledet, plusz ugye még van éjjel látó kameránk is, szóval, hogyha neked ilyen telefonra van szükséged, akkor megtaláld a leírásban a linket hozzá. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, több info a leírásban, és amennyiben érdekelnek még ulefon termékek, akkor van bizony felül egy 122 decibelre képes telefonunk, alul pedig egy hátsó kertben elásott strapa tabletünk is.